Megint eljött az este, szép jó estét mindenkinek, ez itt a Late Night Gamers, és én Finger vagyok, velem is Milánnal, aki itt van velem a partiba. Végig követhettek a Street Evolution Cup második szezonjának első és második futamát. Ahogy látjátok, Kyoto Driving Park, Yamigavan fogunk menni, mindezt pedig egyrészt egy N300-as Subaru VRX STI Type S-sel, ami 2014-es, másrészt a GR4-es változata, ami már túraautóval van átalakítva. Nagyjából 5 perc múlva, tehát 19.00 környékén fog elkezdődni majd az első időmérő, amit az utcai Subarukkal fogunk majd menni. 10 perces időmérő, aztán pedig egy 8 körös futam vár ránk. Ezt követi majd egy 10 perces szünet, ahol mi rá tudunk hangolódni az új GR4-es autóra, és ki is tudjuk pihenni majd ennek a futamnak, illetve időmérőnek a fáradalmait, és be is ülünk a GR4-es autókba, hogy azzal is megmutassuk, hogy mit tudunk. Másfél tized lemaradással sajnos a B-lobbiba kerültünk, lecsúsztunk az A-lobbiról, így élő közvetítés nincs a versenyünkről. Itt nálam viszont onboardból tudjátok majd nézni, hogy mik történnek. Ha minden igaz, akkor 15-en leszünk a szerveren, de az sem kizárt, hogy 16-an. Ugyanis mindenki be van lépve autóval. De hogy hányan fognak előttünk, illetve mögöttünk célba érni, ezt majd nagyjából egy 40 perc múlva meglátjuk, még mi sem tudjuk, hogy hogy állunk erőviszonyokban. Az biztos, hogy Milánnal, hogy így mondjam, a tempunk megvan, a konzisztens idő, illetve időfutás az, ami nehezebben megy még egyelőre. De hát majd szépen lassan idővel belejövünk, nem Milán? Így van. Úgyhogy én is kigurulok a pályára arra a kőkemény 4 percre még. Amit írtál azon az előkvalifikáción, az utolsó balos, azt te 5-ösbe vetted be, hogyha azt a nyújtottad. Ott mennyit igen nyertél vele körülbelül? Vagy azóta úgy veszed? 2 tized, aha. Figyelj, most nem fogsz izé tudni jobb kört menni, ugye, mert most practice-be koptam a gumik. Tehát most ne is ijedjél meg, ha nem megy olyan jó idő. Ugye most csak a quali lesz az, ahol nem fog kopni a gumi. A versenyen is fog, arra meg figyelni kell majd, hogy 17 körös a futam a GR4-gyel. És ott kell kiállni, ugye? És ott boxba ki kell állni, egyrészt kötelező használni egyszer a médium, egyszer pedig a soft gumikat. De itt ezeknek az utcaiaknál nem, ugye? Itt nem. Itt azt néztem, hogy az üzemanyag pont elég. Milyen motormódban, hogy azt láttam a izéket? Egyesbe. Egyesbe végig megy? Igen. Jaj. Hogyha... Te most pályán vagy? Igen. Gyere ki a boxba. És nézd meg, hogy jobb oldalt 16 embert látsz-e. Ja, várj, ezt ott kellett volna izénél, ugye? Exit, és akkor utána ott úgy. Hát a pályáról kell kijönnöd a boxba. Akkor kint a go to track, igen, a pályán vagy, a box vagyok. És ezt hogy érted, hogy 16-od te? Hát jobb oldalt, hogy hány ember van ott előtte, vagy a 16-dik. Igen, jónak kell, hogy írja. Jónak kell lennie. Jó, akkor írd be a chatba, hogy 16. Mert hogyha nem, akkor mi lenne egyébként? Hát az azt jelenti, hogyha nem 16 embert látsz, hanem mondjuk csak 15-öt vagy 14-et, akkor ott valami probléma volt a szinkronizációnál, és nagyon sokszor ez ilyenkor akadást jelent. Tehát mit tudom én, mondjuk elindul az időmérő, és te nem tudsz kijönni a boxból valaki mással együtt, mert akadtok a szinkronizáció miatt. Most egyébként 12-nek ír. 11-nek. Elvileg jónak kell lennie. Jó. Ott 16-ot mutatott legalábbis. Akkor az a lényeg. És -3-as fékerővel amúgy úgy sikerült az idő.
Megnézem én is, hogy... Mondjuk érdekes, mondjuk az Oli például, én úgy tudom, hogy mínusz egyessel megy. Ez igen. De hát az nekem úgy kitörik folyamatosan ott a hátulja, nekem hogy is. Esélytelen. Előnyit nyújtott valósba. Lehet marad a mínusz kettesen, nekem most ez. Ez még bevált. Viszont annyi, hogy a második nyújtós balost, igen, azt úgy kezdem el, hogy én már 50-esnél elkezdek fékezni. Az 50-es táblánál. Az 50-esnél? Aha. Megnézem. Pont itt vagy előttem. Két perc, pont van idő még egy körre. Ó, itt van Dubrász is. TRM-es bajnokságban ő nagy ellenfelem volt. A Dubrász? Aha. Az, nem sodoródik ki nagyon testbe ott a nyújtott balosba. Micsoda? Nem sodoródik ki nagyon neked ott a nyújtott balosba. Nem, hát időbe fékezek ugye, és szépen húzom befelé az autót. És addig nem állok a gázra, amíg nincsen ível, hogy úgy mondjam. Ezt most elrontottam, kíváncsi vagyok, mennyi idő lett volna belőle, azért hogy végig megyek. Jaj. Fú, de rossz. De ám, hogy a feneke itt tetszenek, hogy össze. Azért az... nem rossz amúgy. Milyen időt mentél? 55-6. Ja. Bár lehetett volna jobb, mert hibáztam benne, de... nem volt rossz kör. 55-0 is benne lehet szerintem. Na figyelj, amúgy azt néztem, hogy alapvetően, ha csak a pre... ugye, az a Matakin gondolom az egyik. Igen, meg a banános jó. Kérdésem, mennyire lesz jó a kvalin, mert szerintem itt nagyon sok minden a kvalin fog főni. Igen, az biztos. Úgy gyorsan egy rajpróbát nyomok is. Jó, padlógázas lesz a rajt. Másik autóval milyen lesz tényleg? Nem tudom, azt akkor fogom kipróbálni. Azt akart, azt még engedhetnék befejezni. Hát az már a második lenne.
Két perc az letel, de reménykedjünk. Na, egy jó kör. Várja, akkor ezt tartsd meg egy 5 perc múlvára. Hát, úgy kéne. Go. Jó, go. Azt gondba fejezem. Hát, annyira nem rossz. Mennyi lett? 55-1. Na, 54-9-et írok finálisan. Nyomd a gázt, nyomd a gázt, nyomd a gázt! Menjél már ki? Na, induljunk már meg! Ó, késő nyomtuk a gázt. Nem tudok ki, de most jó, csak most jövök ki, de... Tömeg mennyire le is maradhattam volna. Itt félre is húzolok. Szeretnék helyet magamnak. Hát az a baj, hogyha félrehúzódsz és későn jössz ki, akkor már nem lesz időd annyi kört menni szerintem. Igen, csak az, hogy tömegbe sem akarok menni annyira. Persze. Nem tudom, melyik lenne jobb, de... Ez egyszer bevált az elő kvalifikáció, nagyon lemaradtam. Most is beválhatna. Szerencsére itt nincs kopás, úgyhogy lehet neki nyomni. Ez a Matteus, ez mennyire gyors? Mateusz Hun? Hűha. Hát szerintem versenyeztem már ellene, de nem tudom mennyire gyors. Akkor azért lejjebb maradok tőle is. Na most a kérdés az, hogy mennyire legyünk pofátlanok. Mármint, hogy... Most itt vannak előttem hárman, akik is föltorlódtak, hogy ezeket meg lehet előzni, vagy most inkább ne szenyózzak. De lehet inkább nem reckíroztatom ezt. Elengedem őket, hadd menjenek. Nem lehet kicsit lejjebb maradni tőle. Mezőny végén. Aha, most marad le itt mindenki. Igen, igazad volt, hát azt kellett volna megcsinálni, hogy elő megyek ki. Meglepően Kérem. Szépen hagynak helyet egymásnak itt az emberek. Most nézem. És az is basztam az első kanyart egyből. De fura, nincs gumikopás. Mennyivel jobb. Sokkal jobban tapad. Olyan tempóval jövök ki a kanyarokból. Nem is értem, hogy ez... Erősnek tűnik. 54-7. Ez a szép kezdés.
Úgy csak ne lassítok be előttem, hadd menjek végig. De rossz az utolsó szektorom, te jó ég! Elrontott az utolsó szektort. Ne, baszki! Sikán? Másik biztos büntetés, ez persze. Ez egy 7 tizedes javítás volt. Most hogy javítani fog szerintem, de nem hiszem, hogy annyit. Gyere, még 2 körünk van. Elveszettem ott nagyon sokat. Ne! Hát ezt elrontottam most. Na még 1 köröm lesz, nem 2, de egy, csak egy. Kisodródik az első sikánál az autó, és most nem tudok annyi tempót átvinni. Nem tudom, hogy itt kellene ahhoz, hogy tudjak kevíteni. Dubrász, az igen. Sajnos éreztem, hogy ez lesz. Ó, nem már. De gáz! Nem érek már szóval.
Ne, baszki. Most. Jó kör lett volna. Nem baj. Lesz ez még jobb is. Most már én is nézem a Twitch-et. Hát ez így fájó. Hát negyedik, hatodik. A szép idő Milán. Tehát volna az jobb. Nekem is benne volt az 54-5 sajnos. Úgyhogy. De ez a 4-6 nem rossz. Na, még lehet onnan kezdeni valamit. Ugye kell egy jó rajt, aztán türelem. Így van. Hát persze, vágom, hát én leszek az utódja. Hamiltonnak, ne viccelj. Pont táblázatot megnézted? Igen, láttam, amit küldtél. Hát most fáj ez az izé, állobbi. Igen. Főleg úgy, hogy mennyit lehetne vele szerezni. Pluszba szerezni. Az egy harmadik, negyedik és 62 meg 59, az már határesetben jó nagykör legyen. Ja. Ne felejtsd el beállítani a izéket, fékerő meg hajtás. Lesz rá időd, mert csak kéziféket meg padlógázt kell nyomni rajt előtt. Én a féket szoktam nyomni. Azt is lehet. Eat more bananas, az igen. Úgy tetszik a neve. Igen. Jobb oldalra figyelj. Az a baj, hogy elhúz. És behúzott elő. Menjél, menjél, akkor nem zavarlak. Most nagyon kiestem. De miért? Hát nem ár, hogy nem tudunk megállni. Hallod, belül vagy, haver. Jaj. Elképesztő. Azt most meg kell fogni szél árnyékba. Azon vagyok, igen. Itt vagy mögöttem? Persze. Nézd, hogy menjek. Együtt megyünk, gyere! Elvettem inkább. Meg tudtuk volna csinálni ketten.
Na, meglökött mögöttem az ember. Jaj, de lesodródtam. Látom, te Jaj, is. is, bocs. Nem baj, gyere csak. Ezt a rollit, ezt meg kéne fogni. Minimum egy hatodik hely legyen meg. Szép. Ó, hát meg alá fordulok nagyon könnyen. Megyek is a következőre. Úristen, de gyorsítanak ki. Szóval gyorsabbak nálam az egyenesbe. Lehet a hajtás miatt. De nem tudom, de nálam súlyt előttem ez az ember. Csatázatok, ez az jövök. Ó, megvan, szuper, lecsúszott. Aha. Hát le is csúszott, meg én is befurakodtam. Most jól meg is lökött. Az itt meg lehet. Lehet itt előrébb jutni. Okosan. Most túl okos akart lenni. Szóval mögött egy nagyon lassú a... Rolibán, hogy most itt letáznak, de... Letáztak, de egy egész egyre leszakadtak most. A 3-asból 4-es beváltás közben egyszerűen tempót vesztek. Én is. Kanyarokban viszont jó vagyok. Te én is, hogy úgy, hogy be tudok tapadni, de hogy ott valami borzasztó, hogy viselkedik az autó. 3-asból 4-esből ott időt vesztek nagyon sokat. Meg jó, az az ott, azt meg lehet. Ne a leggyorsabb körömet tarts már fel. Na is van, nekem is lila volt a második szektorom is. Véletlen.
rossz volt. Megint 3-asban, 4-esbe. Ugyanúgy. Én most tudtam volna támadni. Jaj. Na, ez érdekes volt. Lecsúszott, én meg belé csúsztam véletlen. Na, látom, kopnak a gumik. Igen. Jobb belső nagyon. Igen. De jó, már ez az ötödik, ötödik, hatodik. Valami meg kéne próbálni megtartani. Hát én még megyek a negyedikért mindenképpen. Van a szélárnyék. Hát elmegy, amikor fölváltok, hát nem értem. Na, most sokkal gyorsabbak vagytok valamiért most. Ezért körúton nagyon el tudtatok húzni. Az a célárnyékban meg lesz. Vigyázz! Megvan. Most tudod, így fog behúzódni. Mennyi, megpróbálom neked kicsit feltartani őket, már mennyire tudom. Bocsánat. Túlfékeztem egy kicsit. Na, ez innentől lesz baj. Gyere, adom a szélárnyékot. Csak közelnek rám egyszerűen a váltásnál. A leggyorsabb kör érje A plusz pont. Én úgy emlékszem, hogy nem. Kár érte. Mint meg tudnám dönteni. Csak pár ezzel. Meg a setlet már nincs nyugodikba, de tempóhoz meg lenne hozzá.
Nem megadtam, valószínűleg csatázni fognak. Ó, itt fog most bűntét kapni. Következő egyenesben le kell töltened, tudod. Nem kaptam. Ja, nem te kaptál? Nem, csak abban a hitben voltam, hogy én kaptam. Én hátra néztem, aztán csak annyit láttam, hogy valaki kapott egy bűntűt, azt nem tudtam, hogy ki volt lévő. Az. De rossz, ezt miért veszem ilyen rosszul? Egyszerűen nem érzem. Pedig jövök fel rájuk, és nem érzem ezt a rohadt sikánt. Ez a negyedik helyen ez jó lesz. Nem, Ganyán nyomjad neki, én kicsit felhattam itt mögötted. Népet. Azt mondja, hogy nem kapok büntetést, csak a beazzok. 4-5-be. Igen. Nem megettem is. Inkább egymással vannak elfoglalva, mint velem. Csak ezért ne kapjak büntet, könyörgöm. Jó, megúsztam. A jobb első durván elkapott. Ja. Ezt a rajtot nagyon csúnyán benéztem sajnos. Én is 9. is voltam. Egy vissza. De legalább meg lesz a leggyorsabb kör, de hát... Vagy nem lesz meg, az se. Az sincs meg! Szép volt. Szép volt, szép volt. 4-5. Na, eddig az 59 és 56 pontot jelent. Ami azért nem rossz. De az Zolikám, a meglátásod nem rossz, csak az a baj, hogy ez egy turbós autó. És magas fordulaton már veszt a nyomatékából, éppen ezért kell hamarabb elváltani. Ho-ho-ho. Nagyon vicces vagy, szívem. Na, mikor álltják át az autókat? Arra várok én is. X-et kell, hogy mutasson a izének, nem? Jaj, várjál, le kell menteni a replayt. Nem mondtam ilyeséget. Hopp, leszittek minket. Uh-huh.
Nem mindig, mert csináltunk volna valamit.